Amikor megkaptuk a felkérést, akkor egy picit izgultunk, hogy Isten tenyere kilátó, mint egy ilyen turisztikai attrakció. Ez teljesen másképp alakult, azért azt mégsem mondhatjuk, hogy akartunk valamit a dombtetőre, és jött egy pali, aki elég ügyes volt. Nehéz beszélni azért 15 percet erről. Ugye nem készült hatástanulmány, nem csináltunk inholteszteket, nem volt fókuszcsoport a környékbeli településeken, hogy minek örülnének az emberek. Mégis azért igyekeztünk összeszedni néhány gondolatot, ami alapján igyekszem bemutatni magát a projektet. Először is összefoglalom, mi az, amiről akarok beszélni, és aztán utána belevágunk. Oké. Első témánk az, hogy mi is az Isten tenyere kilátó, vagy más néven kézkilátó, hogyan született az ötlet, hogyan lett az ötletből valóság, és tulajdonképpen eredmény mit hozott magával, hatás, kölcsönhatás, értékteremtés. Amikor le kellett adni a címet, akkor igyekeztem kitalálni, hogy az Isten tenyere kilátó és a mögötte van. Kicsit spoiler veszély, azt azért nem adhattam neki, hogy igazából mi se gondoltuk volna. Nagyjából ez az, ami a projektet így jellemzi. Beszéljünk az Isten tenyere kilátóról. Csinálhatnánk azt egy kicsit ilyen nagyképű módon, hogy igazából már biztos mindenki hallott róla, én csak felteszem a kezemet, hogy mi voltunk, és túl is esünk ezen a dolgon, mert egy faépítményről, hogyan is miről is beszéljünk. De azért beszéljük át, hogy hol található, mert az egyik nagy érdeme ennek a dolognak az, hogy van egy pici település, amit igyekeztünk, vagy nem igyekeztünk, aminek az a hatás, hogy föltettük ezt a turisztikai térképre. Ez Felső-Tóld és Hollókő között található nagyjából félúton. Felső-Tóldtól egy 1,7 km a kék túra útvonalán, Hollókőről pedig egy 2,4 km alapján, 2,4 km távolságból érhető el. Nógrád megye, ugye ezt beszéltük, Farkaskútvölgy ad neki otthon, ez mit jelent? Van egy 25 hektáros birtok, egy birtokfejlesztés, és ehhez a birtokhoz tartozik 36 hektár erdő. Alapvetően az azért is lesz majd később, meg fontos, mert ennek az erdőnek szerepe van, hogy hogyan is találkozott az elképzelés. Tulajdonképpen az erdőben lévő fával és annak a szimbiózisával. Mi területünkön található, Farkaskútvölgy területén található ez a kék túra útvonalán, azt is mondhatnánk azt, hogy a kertünkben van, mégiscsak a kézkilátóról szeretnék beszélni. Hogyan jött az ötlet, és hogyan is néz ki? Alapvetően a kézkilátó egy 9 méter széles, 4 méter magas, attól függ, honnan nézzük, fa építmény, ami egy tenyeret szimbolizál, beleképzelhetünk bármit, hogy ez a biztonság jele, az Isten tenyere, ki hogy hívja, egy pihenő pont, ahol tulajdonképpen a kék túra útvonalán a vándorok, kirándulók meg tudnak pihenni. Aztán, hogy ez utána már egy cél állomás lett, ez megint csak a jövő hozadéka, de alapvetően arra készült, és olyan lett a formája ennek, és olyan anyagokat használtunk, ami természetközeli, hogy beleilleszkedjen a természetbe, és legyen valami fajta olyan funkciója, ami tényleg egy ilyen pihenésre, megállásra, a környékben kitekintésre ad lehetőséget. Hogyan született az ötlet, kié volt az ötlet? Egyszer hallottam egy nagyon frappáns megfogalmazást az egyik interjúban, hogy ha ez egy bedöglött zsákutcás projekt lenne, akkor valószínűleg meg lenne a gazdája. De így, hogy tök jó projekt lett és nagyon fut, így mindenki ott, az egy ilyen volt, hát én találtam ki a kezet. Alapvetően úgy született az egész, hogy úgy indult el, hogy kijártunk a domboldalra, fölülről jó volt nézni, hogy hogyan épülnek az épületek, hogyan terjeszkedik a birtok. És azt gondoltuk, hogy ez egy olyan pont, ahol valamit kellene építeni. Nyilván nem teszünk ki egy céket, vagy egy padot, vagy bármi ilyesmit. Kilátóból egy csomó minden volt már, de mégis kellett volna valami utcabútor, valami olyan, ami egy stabil dolog, amire azt lehet mondani, hogy illik ide a természetbe. Kiderült, hogy ismerjük egymást a Csíkszentmihályi Benyáminnal, és elkezdtünk beszélgetni. Hát a három pont találkozott. Tulajdonképpen a 36 hektár erdővel foglalkozni kell, ki kell takarítani, vannak elhalt fák benne. Volt egy ilyen kényszerünk, hogy valamit kell kezdenünk a fával. Volt az az ötletünk, hogy jó lenne valami a domboldalra, a dombtetőre, ami egy ilyen kilátó szerepét be tudja tölteni. És volt ugye a Benyáminnal való találkozás, aki meg tulajdonképpen egy ilyen fafaragó művész.
Őszinte leszek, amikor először átbeszéltük ezt a dolgot, és valamilyen úton-módon kirajzolódott ez a kézforma, és mutatta az első skicceket, hát én aranyosan mosolyogtam, hogy tök jól néz ki. Összeszedem magam, én is tudok valami futurisztikusat rajzolni, de hogy ezt, apám ezt meg is kéne építeni, de azt mondták, hogy ezzel én ne foglalkozzak, mert hogy a profi a srác, és hogy ő ezt ő tudja, hogy ezt hogyan és mi merre hány méter. Ugye a kezet, azt beszéltük, ezt a nyitott tenyeret, én az elején egy picit másként képzeltem el, azt gondoltam, hogy kilátó, hogy akkor valahonnan az alkart közepéből majd azért csak fel lehet rámászni. Megmondom őszintén, hogy jobban tetszik ez, sokkal stabilabb, sokkal biztonságosabb, sokkal nagyobb így a hely benne, és ugye a szimbólum alapvetően arról pedig már beszéltünk. Ugye mondtam az ötletet és a természet találkozását, tehát nagyon fontos az, hogy holdfából épült alapvetően a kilátó. Tök jól hangzik, hogy nem kellett hozzá fát kivágni, de alapvetően ez magát az építést is megkönnyítette. Ha kivágunk egy fát, ugye egy élő fát, azutána még vetemedik, csavarodik, még az egy picit mozog, azzal nem lehet rögtön dolgozni. A holdfával alapvetően, amellett ugye nem kellett élő fát bántani, pedig rögtön lehet dolgozni. Ez is nagyon jó kölcsönös szimbiózis, hogy takarítjuk az erdőt, és azt felhasználjuk valami olyan fajta dologra, mint például egy ilyen attrakció. Mi kellett hozzá? Tehát kellett hozzá 3 hónap építés. Nagyon jó időpontot választottunk, mert azt gondoltuk, hogy mi ezt télen kiválóan meg tudjuk építeni. Tehát ebből is látszik, hogy nem annyira tervezünk. Jön egy impulzus, megvan rá az ember, megvan rá az anyag, akkor mire várunk? Az, hogy egyébként volt olyan pontja az építésnek, hogy a jégen korcsolyáztak a tenyérben az építők, vagy folyamatosan tüzet kellett rakni, mert ugye messze volt mindentől, semmivel nem tudtunk fűteni. A reggeli kávéfőzés, az fönt a tűzön, vagy a tea melegítés, vagy bármi hasonló, mutatok majd képeket, az így alapvetően tényleg visszaadja. Kellett hozzá 20 köbméter faanyag, amit... Ha járt már valaki a kézkilátónál, azért látja, hogy azért vannak színkülönbségek, nem volt egyszerű ezt felhordani. Húztuk traktorral, vittük kézbe, bepakoltunk terepjáróba, amit be tudtunk vinni. Ugye áramot kellett fönncsiholnunk, izgalmas volt ez a része. Talán ez volt a legizgalmasabb része, hogy én, aki szkeptikus voltam, láttam azt, hogy hogyan kezd el kialakulni tényleg a forma. Körülbelül 50 ezer darab csavart használtunk el ennek a kéznek a megépítéséhez. Most nem beszélek, hogy hogy épült a kéz, mert inkább a képek alapján fogom majd megmutatni. Ide próbáltam vicces dolgokat nyilván bepakolgatni, hogy kellett hozzá 70 liter kávé, meg 6 csavarral átszúrt új, de hogy tényleg ez alatt a 3 hónap alatt azért nagyon sok minden történt, ami az építés sztoria. És akkor hoztam képeket, ugye igyekeztem kronológikus sorrendbe tenni őket, hogy kék túra útvonalán van, először el kellett kezdenünk kiásni az alapot. Nagyon-nagyon sziklás a környék, tehát bármi, amit szeretnénk a földbe tenni, legyen az egy víztartály, vagy bármilyen tároló, általában nagyjából meg tudjuk határozni a helyét, aztán oda kerül, ahova le tudunk ásni, pedig elég komolyabb gépeink vannak. Tehát ez volt az első, az, hogy nyilván területen belül kellett maradnunk, saját telkünkön belül kellett maradni, ugyanakkor olyan helyre kellett tenni, ahonnan látni, ami egy olyan pont tud lenni, hogy építeni is tudunk, de az embereknek se kell különösebben kajtatni a fa között, hogy megtalálják magát a kilátót. El kellett kezdeni fölhordanunk az anyagot, és ugye el kellett kezdenünk megépíteni magát a talapzatot, be kellett válnunk a sziklába. Először elkészült magának a tenyérnek a tartó szerkezete, utána pedig lehet látni, hogy ezeket a kontúró fa törzseket kellett föltenni, ami tulajdonképpen az egésznek megadja a kontúrját, és akkor a végén ez lett tulajdonképpen akác deszkákkal beborítva. Kicsit hagyom, hogy lehessen látni, hogy nagyjából hogyan épült maga a szerkezet. Ugye itt pont fönt a szerszámok, agregátorhoz az üzemanyagok, különböző olajok és a többi. Most azt nézem, hogy igen, még ott a háttérben az emberek. Tehát elkészült a kézkilátó. Semmilyen tervünk nem volt vele, tényleg azt, hogy legyen egy valami fajta kilátó. Elég jól pörgött a dolog, magát az építés. Mi ehhez értünk, megálmodtuk, megépítettük. Kicsit vakaróztunk, csak kellene majd valamilyen tábla, azért majd
kellene mondani valakinek, hogy azért csak építettünk egy ilyet. Mondjuk azt, hogy jól lemaradtunk erről. A Vadon Jani volt 21. február 7-én, elkirándult, megtalálták, megtudták, lényeg, hogy ott volt, kiposztolt az Instagramjára, és onnantól tulajdonképpen elszabadult a pokol. Még másnap aztán beszéltek a rádióban róla, és onnantól kezdve adták a riporterek, újságírók a kilincset egymásnak, és mi alapvetően nem akartunk ezzel egyáltalán szerepelni, mindig lögdöstük egymást, hogy figyelj, nem tudom, mondjál valamit róla, hogy hát persze felé, nem tudom, Benji építette, hát itt van nálunk, mi adtuk a fát, hát mit mondjunk még róla alapvetően. Tehát, hogy mi sem gondoltuk volna azt, hogy ebből ilyen fajta attrakció születik. Ugye eredmény mit hozott magával, hatás, kölcsönhatás, ide fölírtam egy olyat, hogy új turisztikai pont a térképen, és hogy mindenki örül. Tehát, hogy Nógrád egyébként is szerintem egy érdekes foltja Magyarországnak, nekem mindenképpen újdonság, mert hogy én jöttmentként dolgozom most ott. Tehát egy olyan közeget kell elképzelni, ahol a kisbolt szerdán zárva van, mert akkor megy el áruért. Tehát nem hozatja az áru, ő bezár és ő elmegy. Vagy ahol a pék nem nyit ki reggel, hogyha a környéken volt valami táncos zenés mulatság előző este, akkor hiába megyünk. Tehát ide-oda teszünk egy olyan turisztikai attrakciót, ahol a kék túra mindkét végét elkezdik kitaposni, és az, ami eddig mondjuk be volt nőve, mert senki nem akart mondjuk Felsőtóról átbarangolni Hollókőre, vagy viszonylag kevesen, azok most hömpölyögnek a környéken, és az a kápolna melletti parkoló, ami igazából majdnem, hogy a növénytermesztés adott lehetőséget, most nem férnek el benne az autók, tehát hogy nem nagyon szerettek minket az elején alapvetően, én azt gondolom, hogy nem minden. Aki oda jött és ezt meg tudta csodálni, annak tök rendben volt. Aki pedig ott élt tök nyugodtan eddig, annak pedig ez egy hatalmas felfordulás volt. Most már azért ugye eltelt egy pici idő, mi is ott vagyunk egy jó ideje, igyekszünk adni minden szempontból a környéken. Most már azt mondom, hogy átfordult ez, és most abban a fázisban vagyunk szerintem, hogy elkezdtek a helyek együtt élni vele. Bízom benne, hogy majd ezt úgy fogják használni, hogy ez egy jó dolog, és tudnak rá bármit építeni. Az alsó kisbolt már egy kicsit elkezdett fejleszteni, lehet, hogy csinált egy büfét is már, és lehet kapni kávét. Tehát, hogy elkezdik felfedezni azt, hogy mi az, amit ez ad nekik, és nem csak azt nézik, amit elvesz. Ugye a harmónia természettel erről beszéltünk, és ami fontos, hogy ennek a fenntarthatósága, és ez egy folyamatos megújulás, ugye, ez egy használati tárgy, és ez nem egy olyan használati tárgy, amit kiteszünk, megalkottunk, és ott lesz az idők végezetéig. Ezzel folyamatosan karban kell tartani, biztosan lesznek, már most is vannak olyan részek, ami a használat után ki kell cserélnünk. Tehát van egy olyan körforgása ennek, hogy ez ugyanaz, de tulajdonképpen folyamatosan megújul. Alapvetően igyekeztem mindent elmondani erről az egyszerű faépítményről, úgyhogy ötletünk se volt, hogy mi lesz vele, miután megépítjük. Borzasztóan örülünk neki, hogy az az ötlet, amit papíron láttunk, és az, amit a saját erdőnkből, holtfából megépítettünk, az egy ilyen fajta a közszeretetnek örvend, és egy ilyen fajta mondhatjuk azt, hogy zarándok hely. És amikor látunk egy Nógrád megyei image filmet, amiben Hollókő, ami a világörökség része, és még számtalan dolgot mondhatnék a környékről, ami jóval erősebb, és ott van nagyon-nagyon régóta, és mi ott vagyunk 2 perce, és az image film a kézkilátós nyitjével indul, akkor azt gondolom, hogy teljesen meg vagyunk elégedve azzal, amit alkottunk. Köszönöm szépen!